A 2015-ös évben a Budapest Bank 14,7 milliárd forintos eredményt tudott realizálni. Az elmúlt évekhez képest ez jelentősen nagyobb összeg. 14-13-ban nagyságrendileg elmondható, hogy egy olyan 10 milliárdos forintos eredmény az, amit a Budapest Bank a tőke, illetve a mérlegfőszege tekintetében hosszú távon realizálni tud. Úgyhogy a tavalyi év az egy kimagasló év volt ebből a szempontból. Úgy gondoljuk, hogy jó gazdája, korábbi tulajdonos is az volt, viszont azt tudni kell a G Capitalről, hogy a pénzügyi szolgáltató üzletágból az elmúlt években elkezdte a kivonulást, ez értelemszerűen a mi tevékenységünkre is hatással volt, tehát már nem tudtunk olyan termékeket, olyan innovációkat vagy beruházásokat kezdeményezni, amelyek a növekedésének az alapjait képezhették. Most viszont erre vonatkozóan megvan a lehetőség, illetve az állam ugyanazzal a menedzsmenttel, ugyanazzal a stratégiával, amely már korábban lehetett építenésre, a korábbi tulajdonos által jóváhagyásra került, azt folytatja tovább, és igazából tényleg pénzügyi befektetőként gondolkodik, és cselekszik is, és támogatja az elképzeléseinket. Vállalati oldalon a Budapest Banknak a portfólió az egy kitűnő portfólió. A legfontosabb mérőszámunk a kockázattal súlyozott bevételt, azt a terveinket tavaly 10%-kal sikerült meghaladnunk. Ennek részben az az egyik összetevője, hogy mind a leírásaink, céltartalékképzéseink, illetve a 30-es, 90 pluszos állományunk az jelentős mértékben javult. Jóval kevesebb leírásunk volt, és kevesebb céltartalékot kellett képezni, mint amennyit a terveinkben szerepelt. Úgyhogy ez a tendencia tovább folytatódik.